Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Az Életvite című műsorunkat látják. Egy nagyon érdekes módszerrel fognak megismerkedni ebben az adásban. Dr. Csorbák Tamás a vendégem, aki a biológikával foglalkozik. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon sokféle módszerről hallanak az emberek, amikor gyógyításról hallanak, alternatív gyógyítási módszerekről. Ez a biológika mégis más, és mégis nagyon egyedi. Talán lehet azt mondani, hogy nem elterjedt. Mi a lényege a módszernek? Nagyon röviden, honnan indult ez, és ön személy szerint miért fordult felé? Körülbelül 30 éve kezdődött a biológika története. Egy német orvos saját betegsége kapcsán kezdte felfedezni azt, hogy mi a betegségeink igazi beindító oka. Az én elmúlt pár éves teszteléseimnek köszönhetően, amit gyakorlatilag a háziorvosi rendelőben is folytattam arra nyitott betegeknél, azt kell mondjam, hogy alá tudom támasztani, és meg tudom erősíteni Hammer doktornak, a német orvosnak a tapasztalatait, aki röviden és tömören azt hangsúlyozta, hogy most már koponya CT-vel igazolható módon, és az ember fejlődés tanán, fejlődés történetén alapuló módszert fektetett le, ismert fel, foglalt össze, aminek az alapja az, hogy eme két módon megállapíthatjuk, hogy a lelki tényezőknek minden eddiginél sokkal fontosabb a szerep a betegségek kialakulásában, mint ahogy azt valaha gondoltuk volna. Nagyon sok orvos mondja azt, hogy egy-egy betegség hátterében lelki eredetű problémák, bajok állnak, és vannak úgynevezett pszichoszomatikus betegségek is. Ez a módszer mégis más, mégis eltér valamiben. Mi a lényege, miben tér el ezektől a szemléletektől vagy paradigmáktól? Igen, tehát ahogy említi is, létezik a pszichoszomatika kifejezés az orvostudományunkban, sőt létezik a pszichoneuroimmunológia is, akik már Petri csészében kutatják, hogy mondjuk depressziósoknak a kis fehérvérsejtjei úgy migrálnak-e és védekeznek-e, ahogy az egészségesekben. És most már ott tartunk igazából, hogy a pszichoszomatika szót terjesztjük ki teljes mértékben, mert eme ismeretek alapján azt mondhatjuk, hogy ami nem mérgezés, baleset, sugárzás vagy hiányos táplálkozás, illetve ezekre visszavezethető fejlődési rendellenesség, az most már minden lelki eredetű. Tehát eddig csak azt gondoltuk, hogy a gyomorfekély, a menedzser típusú betegségek, a pszichoszomatikára utalnék vissza, hogy bizonyos betegségek esetében már a hagyományos orvoslásunk is azt mondta, hogy lehet, hogy van lelki háttere. Most már viszont a paradigmaváltás, aminek a határán most vagyunk, abba az irányba vezet, hogy most már minden testi betegségnek lelki háttere van, ami nem mérgezés, baleset, sugárzás, és hogy az előbb soroltam. Hogyha ezt tudjuk, és a nyugati orvoslás is most már e felé fordul, akkor miért van az, hogy még mindig háttérbe szorul egy-egy betegség kezelésénél, vagy már a tüneti kezelésnél is, hogy nem foglalkozunk az emberi pszichével? Én azt gondolom kettős. Egyrészt kell erre befogadó fél, tehát a betegségeink igazi okának a lelkünkben bekövetkezett, hogy mondjam, tüskék körülrajzolásának és annak kihúzásának a technikáját és módszerét és munkáját, ahhoz kell egy aktív fél. Általában a betegeknek a túlnyomó többségeink mindig arra van berendezkedve, hogyha valamilyen baja van, akkor elmenjen az orvoshoz, és az húzza ki azt a tüskét, és neki semmit ne kelljen csinálnia, lehetőleg még a gyógyszert se bevenni, mert vannak, akik ugye még ezt is szeretnék, hogy gyógyszer nélkül, de most is azonnal gyógyuljon meg. Tehát ez a folyamat, hogy ezt beazonosítani, hogy adott betegségnek, mondjuk egy prostata ráknak például mi a konkrét érzelmi töltése annak a betegnek a kapcsán, ez idő. És ez egy minimum 50-es betegforgalmú, akár ambulancián van, ez kivitelezhetetlen. Tehát én azt gondolom, hogy ez az egész módozat egy underground módon terjed, tehát aki nyitott, aki érdeklődik, aki szeretne választ kapni, az megkapja.
De önök, akik ezt a módszert követik, megpróbálják feltérképezni azt, hogy mondjuk egy adott betegség, akár rák típusnak vagy daganatos betegségnek mi lehet az oka, vagy mi állhat a hátterében, hogyha ehhez a munkához hozzákezdenek, akkor hogyan teszik? Nem rendelési időben. Tehát bejön a beteg, és azt kérdezi, hogy ezt most mint orvosként tudom mondani, hogy doktor úr, én mindent elkövettem azért, hogy egészséges legyek. Szedtem a vitaminokat, bezártam az ablakot, hogyha úgy van, hogy ne legyen nagyon hideg, kimentem, amikor szerződtem, stb. És mégis megbetegedtem, miért? Ez mondjuk egy kicsi náthára vonatkoztatva. Persze a nagyobb betegségeknél is lehet olyan kérdés, hogy de én most miért betegedtem meg? És akkor ilyenkor, ugye ez nekem mindig egy ilyen alarmírozó jel, hogy ő lehet, hogy nyitott lesz, és visszakérdezek, hogy tessék figyelni. Elképzelhetőnek tartja azt, hogy a betegségei kialakulása mögött lelki hátterek lehetnek? Hát, hogyha azt mondja, hogy igen, hát ne lehet, hogy végül is ez előfordulhat, akkor felajánlhatjuk, hogy egy később egyeztetett időpontban lenne kedve ezt feltárni, mert hogyha föltárjuk azt az okot, akkor adott esetben az orvosi kezelés mellett, hogyha azon ő elkezd dolgozni otthon, tehát ahogy említettem, ez egy aktív együttműködés kell, akkor gyorsabban és hatékonyabban fog gyógyulni, és megelőzhetjük adott esetben a kiújulásokat is. És ehhez elég egy egyszerű, most így nevezem, egy egyszerű beszélgetés, vagy ehhez több is kell? Ugye ennek a módszernek, amiről most beszélünk, a biológikának komoly tudományos megalapozottsága is van. Melyek ezek? Hogy elég egy módszer, vagy egy alkalom, általában egy és három beszélgetést szoktunk folytatni egy-három között, ez olyan két órás egy beszélgetés. Tehát ez egy válasz is arra, hogy gyakorlatilag a mostani egészségügyi rendszerben egy betegre két óra, tehát ez kivitelezhetetlen. Ez elég szokott lenni arra, hogy körvonalazzuk azt, hogy miben betegedett meg. Vannak olyan betegségek, amiknél egyébként már nincs is mit tenni, csak egyszerűen be kell azonosítanunk, hogy a nehéz, tehát hogy kimerült a szervezet, és helyreállítási fázisban van gyakorlatilag, és csak türelmesen várnunk kell, hogy a szervezet meggyógyítsa önmagát. Ez kicsit bővebb lenne gyakorlatilag kifejteni, de maradjunk annyiban, hogy vannak olyan állapotok, amikor még meg kell oldanunk a konfliktust, ahhoz, hogy megoldódjon a betegség, és van olyan, amikor már megoldódott a konfliktus, és már csak várnunk kell, hogy gyakorlatilag a természet tegye a dolgát. Na most krónikus betegségeknél, tehát nekem úgy néz ki ez az egész konzultáció mondjuk így, hogy olyan, mint egy főhadiszálláson egy megbeszélés, hogy na, térképezzük fel, hogy személyre szabottan ön miben betegedett meg, és ön mit tehet majd akkor, amikor véget ér a konzultáció, hogy gyorsabban gyógyuljon, és lehetőleg ne is jöjjön vissza a betegség. És az igazi munka sokszor ezután kezdődik a betegnek. Akkor úgy képzeljük ezt el, mintha a hagyományos orvoslás mellett lenne még valami plusz, vagy pedig ez egy teljesen más módszer, ez egy teljesen más eljárás. Valamelyik orvoslástól vesznek-e át módszereket, vagy valamilyen más segédeszközt esetleg? Nem. Itt nem teljesen más, és kihagyhatatlan része a hagyományos nyugati medicina, hiszen itt egy konkrét diagnózissal indulunk. Tehát ahhoz, hogy egyáltalán fel tudjuk térképezni azt, hogy az adott esetben a prostataráknak, vagy bármelyik kisebb-nagyobb betegségnek, az allergiának is mi az oka, ugye ahhoz kell egy diagnózis. És ezért én úgy látom, hogy a jövő orvoslása, aminek gyakorlatilag a felkelő napjának az első kis sugarait gyanítjuk most, hogy látjuk, pár száz év múlva én azt gondolom, hogy ez akár be is csordogálhat majd az egyetemi képzésre, és együttesen lesznek olyan klinikák, ahol feltárjuk, hogy mi a betegség, tehát meglegyen a diagnózis, konkrét szövetlenül diagnózis kell ehhez a munkához is például, hogyha adott betegség esetében ezt tudni szeretnénk, hogy ez most mi az, és kell hozzá szövettan. És miközben ez megvan, adott esetben elindíthatjuk a mindenkor érvényes orvosi protokollokat, ahogy azt kell, ezt tesszük mi orvosok, és a beteg pedig aktívan együttműködik azért, hogy megértse azt, hogy miben betegedett meg. Milyen eredményekről tudnak beszámolni? Saját példám is van, én ez az egészen úgy kezdtem el foglalkozni, hogy volt egy olyan betegségem, aminek a kivizsgálási procedúra végén azt mondták, hogy minden oké, de mégis ott volt egy nagyon-nagyon idegesítő és számomra borzasztó tünet, és azt mondták, hogy ezzel meg kell tanulni együtt élni. Na most én nagyon kemény munkába belekezdtem, és feltártam a biológika törvényszerűségei alapján, hogy mi lehet ennek az oka. Azt a való életben dolgoztam azért, hogy megnyugtató módon megoldjam. Az azt jelenti, hogy a lelki
világom terén legyen egy fellélegzés, hogy azt mondhassam, hogy hú, hát most oké, tehát ez a téma már nem fáj. És elmúlt, tehát ez az első, ahogy én elindultam ezzel. Aztán azok a kedves betegek, akik beavattak a magánéletükbe, és a bizalmat szenteltek nekem, is megosztották ezt, tehát én azt gondolom, hogy elképesztő eredményeket tudnak elérni betegek így. Konkrét példa is eszembe jut most, ahogy kérdeztem, pajzsmirigy elváltozással jöttek konzultációra, föltártuk azt, igen, hogy na, annak a pajzsmirigy betegségnek, tehát ő már egy konkrét diagnózussal jött, mert ugye a pajzsmirigynek is lehet alulműködése, túlműködése, azon belül sok ágazata van, de az ő konkrét betegségének, hogy mi lehet az oka, 2 órát beszéltettem arról, hogy de igen, és azt, hogy tetszett megélni, igen, és akkor mi játszódott le benne, tehát ami nem jön ki a szádon, az kijön a testeden című hasonlat értelmében, ahogy a magyar nyelv ugye beszédes és magyarázza a dolgokat, hogyha szavakba öntjük a bánatunkat, akkor az nem marad belül, és nem fogja megbetegíteni azt a részt. Tehát magunkba folytjuk nagyon sokszor az érzéseinket, és nagyon, meg még egy-két olyan otthonra alkalmazható kis gyakorlattal elláttam, hogy házi feladatot is kapott a beteg, rengeteget dolgozott rajta, egy hónap múlva találkoztunk, és ugye az volt a döbbentés az egészben, és most már ez van, ultrahanggal dokumentálható leletünk arról, hogy 3-4 cm-es pajzsmirigy göb, úgy engedte az endokrinológus kollega a szakma szabályai szerint tökéletes módon, hogy ezt valószínűleg műteni kell lesz, és a beteg azt mondta, hogy ő most megpróbálna még valami mást is, és az a még valami más az volt, hogy beazonosítottuk, hogy mi az a baj az életében, nagyon keményen elkezdte felhívni azokat az embereket a munkahelyén és a való életben, és átkonfigurálni az egész életét, hogy ott, ami őt bántja, megnyugvást érjen el, és bő egy hónap után teljesen eltűnt a pajzsmirigy göb. Ilyen általában nincs, de mégis van. Közben az jutott eszembe, hogy ha valaki most nézi a műsort, akkor arra gondolhat, hogy ezek szerint majd, hogy nem minden ember mellé kellene egy pszichológus. Igen, én ezt igazából nagyon pszichológia párti vagyok, és nyilvánosan is szeretnék fellépni az ellen, hogy a pszichológia egyenlő királyi tébolyda. Tehát vannak olyan súlyos pszichiátriai betegségek, de az már pszichiátriai betegségnek mondanám, amikor gyógyszeresen kell egyszerűen annyira lenyugtatózni az embert, hogy mondjam, társadalomban illő módon elviselhető legyen, de igenis, annyira nem tanultuk meg azt, hogy hogyan éljünk, hogy mondjam, külső körülményektől függetlenül belül stabil, kiegyensúlyozott életet, hogy szükségünk lenne. Németországban ugye éltem kint majdnem egy évet, és 2000-es évek elején, és akkor ott azt láttam, hogy majdnem a főutcán minden harmadik ház, pszichoanalitiker, pszichológist. És akkor gondolkoztam, hogy a németek, hát azok szegények biztos nagyon ki lehetnek borulva, ugye ez azért jó több mint 15 éve volt, és időközben értettem meg, hogy annak, hogy egy órát elmegy az ember és sportol, teniszezik, és utána elmegy egy órát a pszichológusához is, és megkérdezi annak a szakembernek a véleményét, aki 5 évig ugye tanulja az egyetemen, utána még elvégzi a klinikai szakpszichológus ráépített vizsgát, aztán még ilyen olyan pszichoterapeuta képzés, és ilyen 11 év összejön nekik is, hogy azért az nem elhanyagolható. Ebből adódóan azt gondolhatja az ember, hogy a modern kori társadalom, illetve a civilizáció okozta betegségek, problémák, azok kézzel foghatók, és itt vannak köztünk, és hát minden valahogy a pszichikumra, a pszichére vezethető vissza. Ez a módszer terjed-e egyébként itthon az orvosok körében? Mennyire nyitottak az orvosok, hogy e felé forduljanak? Egyre nyitottabbak, és egyre jobban terjedt, tehát nagyon sok képzésen részt vettem, és legalább 5 és 10 között volt doktorral kezdődő név, amikor úgy akár a listán jelentkezéskor láttam. Ugyanis, ahogy én belefutottam egy olyan betegségbe, amit saját magam kapcsán 3 szakorvos kollega segítségével se tudtunk megoldani, ez elgondolkodtatja az embert. És ugye, aki, hogy mondjam, orvosoknál is megoszlik a társadalom, van, aki erre nyitott, ugyanúgy, mint a betegeknél, és van befogadó
közönség, és van, aki pedig nem nyitott. Na most, aki erre nyitott, annak felmerül a kérdés, hogy igen, dohányzás, és akkor nem minden dohányos lesz tüdőrákos. Mert ugye van olyan dohányos, aki sosem kapja el ezt a betegséget, de van olyan tüdőrákos, aki meg sose dohányzott. Akkor mégis mi az, ami ez plusz munka. Tehát itt ez valakibe vagy felmerül a kérdés, vagy nem, és én azt látom, hogy egyre többen merülnek fel. Tehát ez egyre többünkben merül fel. És én erre is ösztönöznék minden kollégát, hogy tesztelje a betegeket, hogy tényleg volt olyan, hogy megviselő élethelyzet előzte meg az adott betegséget? Egyébként, hogyha már pont ezt a példát hozta a daganatos betegségeket, akkor ott nagyon sokszor emlegetik, hogy van egyfajta genetikai hajlam, vagy hajlamosító tényezők vannak, és benne van a genetika, és egyébként a pszichés eredetű, vagy a pszichés jellegű betegségek hátterében is állhat genetika, vagy genetikai hajlam, vagy halmozódás. Erről mi a véleménye? Itt az a kérdés, hogy mi volt először, a tyúk vagy a tojás? Na most én mindenképpen azt gondolom, hogy a genetikát is a mentális gondolataink írják. Dokumentált esetek vannak, ez lehet, hogy így nem voltam ott, de számomra hiteles forrásból jött, hogy amíg például a baba nem születik meg, volt egy ultrahang alapján Down-szindrómának diagnosztizált baba, és föltárták még intrauterin módon azt, hogy mi lehet ennek a Down-szindrómának az oka, elkezdtek nagyon keményen dolgozni rajta, és egészségesen született meg a gyerek. Tehát a genetikánkat az gyakorlatilag úgy tűnik, hogy a gondolatainkkal írjuk. Tehát, hogy ez az egész paradigmaváltás, aminek a küszöbén most vagyunk, ez abszolút megforgatja az egész dolgot, és másodlagosabbá helyezi a testi szinten mindent, a tüneteket is, amik természetesen lent visszavezethető genetikai eltérésre is adott esetekben, de az is már a következménye lesz ennek. Hasonlóképpen felmerül a kérdés, hogy ez a fajta agyi vagy gondolati programozás vagy kihatás, amikor egy nagyon súlyos beteg van, és azt mondják, hogy van gyógyulási esélye, ennyi vagy annyi százalék, de önön is múlik a hozzáállásán, akkor ez a hozzáállás jelentheti egyébként a gondolati hozzáállását is, a lelki vagy a pszichés hozzáállását. Hogyan segítik az ilyen betegeket abban, hogy átstruktúrálják a gondolataikat? A nagyon súlyos beteg állapot az már mindig nehezebb egy kicsit. Tehát itt azért dolgozunk, hogy addig ne is jussunk el. Amikor viszont eljutunk, akkor itt egy dologra hívnám fel a figyelmet, a diagnózis konfliktusra. Ez egy nagyon gyakorlatias dolog. Tehát amikor egy orvos, akire felnézünk, akire bízunk, mert ezt tanultuk meg, azt mondja, hogy önnek fél éve van hátra, az egy óriási nagy negatív program lehet. Egyébként nagyon örülök neki, direkt szoktam ezt is tesztelgetni, hogy most az onkológus kollégák nem nagyon mondják, szoktam kérdezni a betegeket, és se figyelj, mondták azt, hogy hány hónap van hátra, nem nagyon segítőkész volt és támogatott. Ez szerintem egy nagyon jó váltás. Még mikor elkezdtem dolgozni, sokszor jöttek úgy, hogy hát fél év. Na most ez megül a tudattalamba, és végrehajthatja azért, mert egy autoritás mondta nekem azt, akire felnézünk. Na most ugye itt hangsúlyoznám azt, hogy lehetnek, pláne mivel ez volt a kérdés, súlyos állapotban olyan szövődmények, olyan váratlan helyzetek, ami egyszerűen megköveteli az aktív, hatékony orvosi munkának a hátterét gyakorlatilag. Tehát itt, ha biológikáról beszélünk, soha nem veszük ki, és ezt mondhatom én is egyeszem első szerint, sosem veszem ki a beteget a szakorvos kollégák ellátási területéből, mert én nem vagyok szakorvos, én házi orvosként dolgozom, én nem tudom azt, hogy mikor, milyen súlyosabb állapotban, ami már kórházi állapotban, vagy körülmények között bekövetkezhet, ugye, hogy mit kell tenni, meg nincs is eszközünk. Tehát ott marad, és a szakorvosi ellátás alatt elkezdünk dolgozni a konfliktuson, arról adott esetben most még a kollégának nem is kell tudnia bent semmit, és majd ő leméri azt, hogy amit mi csináltunk, ami igazából beszélgetésen, és ahogy idézném megint a korábbi mondatokat, a való életben megkövetelt változtatásokon alapul, hogy ez hatékony volt a munka, vagy nem. Ez nekem is egy visszajelzés, meg a betegnek is. És mindig biztonságban van a beteg. Mennyire nehéz együtt dolgozni ezeken a bizonyos konfliktusokon a beteggel? Minden beteg más és más. Vannak zárkózottabb, nyitottabb típusú emberek. Sok időt lehet az igénybe egyébként.
Az, ahogy mondtam is, ugye ez egy 2 órás beszélgetéssel kezdődik, és hogyha még szeretne még mélyebbre menni, akkor még 2 óra, meg még 2 óra, tehát adott esetben ez így ugye elhúzódhat. Én azt tapasztalom, hogy akik eljönnek, azok már van előképzettség, és tájékozódnak ilyen irányban. Tehát aki már eljön egy ilyen konzultációra, azok a nyitott emberek. Tehát egyrészt rólam is, hogy egyre többen tudják, hogy ilyen dolgokkal foglalkozom, és mégis a százalék az nagyon, nagyon kevés, akik tényleg azt mondják, hogy ők szeretnének hatékony lépéseket tenni azért, hogy ő felelősséget vállaljon az egészségéért, azért, hogy hogyan betegedett meg, illetve hogyan gyógyulhat meg. Tehát ez munka. És ezért is gondolom én azt, hogy a jövő társadalmában a tanároknak is lehetne olyan nagy szerepe, hogy felhívni már a gyerekeknek a figyelmét, hogy ha ilyen dolgok teljesülnek az életben, hogy nagyon megvisel valami, és nem tudod elmondani az érzéseket róla, és nagyon letaglóz ez a történet tényleg, és nincsen megnyugtató megoldása, akkor az legyen felkiáltójeles, és beszélni kell róla, és az legyen az első, mert különben megbetegedhetsz. Legyen ez a végszó. Köszönjük szépen, hogy segítségünkre volt ebben a nagyon érdekes témában, és ha lehetőség nyílik rá, akkor folytatni fogjuk, mert nagyon sok kérdés felmerült szerintem a nézőkben is. A nézőknek a figyelmet köszönöm, viszontlátásra! A helyszínt a Hotel Aventinus biztosította.